Hamarosan elérkezik augusztus eleje, ami egyrészt rossz hír, hiszen a nyárnak lassan vége lesz, vagyis a közepe felé járunk már. Másrésztről viszont jó hír, hiszen évek óta beremmed az ördökatlan részese, és idén azt hiszem egy kicsit már nagyobb volumenben gondolkodhatnak az ördökatlanon ide látogatók. Igen, ugye augusztus 2-án kezdődik az ördökatlan. A keddi napon ugye, mivel nem sok helyszínen van még program, a fő helyszín az Nagyharsány és a megnyitó. A falunkban szerdán kezdődik igazán a programok, 3 órától látjuk az zalaegerszegi lánykórust a strandon, 5 órától ellepik a falut a faluturisták, 6 óráig tart az ők is mozgó színi előadásuk. Este pedig mindenki számára ingyenes vetítésre kerül sor a Megbékélés kápolnánál, Saul fia, ugye az Oscar-díjas magyar film. A csütörtöki napon ismét 3 órától zenés program a strandon, ismét faluturisták, tehát a faluturisták minden nap 5-től 6-ig itt lesznek a faluba. Pénteki napon lesz a nagy csattanója az ördökatlannak, amivel reklámozták is maga a 9. ördökatlan fesztivált. Ez a Megbékélés kápolnánál 8:30-es kezdések a Bartók koncertó műve lesz látható, zenekarral és táncosokkal. A szombati nap az ismét strandon program, mi már ismerjük a Jenkins-t, ugye ők már kicsit többször voltak a faluba, ők lesznek szombaton, és még faluturisták természetesen ugyanúgy 5-től 6-ig. Ez egy elég impozáns sornak hangzik már, persze még mindig nem vagyunk a végén, azt hiszem, annak a lehetőségnek, ami az ördökatlanban rejlik, de már szélesebb a paletta, mint a tavaly évben volt. Ugye tavaly hallottuk a sajtótájékoztatón, hogy közel 50 000 ember fordult meg a katlan 5 napja alatt, ebből, hogyha jó páran megfordulnak Beremenden, nagyon jó nekünk. A faluturistákról még egy mondatot, hiszen ők egy nagyon-nagyon jó csapat, és itt elég rendhagyó módon fogják bejárni a falut. Igen. Tervek szerint úgy fog működni ez az egész, hogy kicsit ugye, ha a falunk, mivel nagyon nagy távolságok vannak, ezért valamilyen járművet kellett az ő részükre biztosítani, ezért 2 traktor segítségével platón fogják vinni az embereket, a közönséget, és kisebb-nagyobb megállók lesznek, ahol természetesen, ugye aki nem volt még a faluturisták előadáson, annak elmondanám, hogy úgy történik, hogy van egy kvázi idegenvezető, aki elmondja a tényleges dolgokat a faluról. És van a többi színész, aki ezt az egészet egy picit úgy kifigurázza, olyan, mintha ők itt élnének velünk, és egy kicsit a másik vicces oldaláról megmutatják Beremedet a közönségnek. Hát reméljük, akkor az is egy nagyon jó produkció lesz, és valóban gyakorlatilag emblematikus helyszínén növi ki magát lassan a Megbékélés kápolna, aminek aztán minden beremendi nagyon örülhet, és valóban a promóciónak a része volt az, hogy idén velünk promotálták a fesztivált, ami szintén egy jó hír. Nagyon, igen, tehát akárhova mentünk, mindenhol azt láttuk, hogy plakátoktól kezdve mindenhol ott volt, hogy Beremend Megbékélés kápolna, tehát nekünk ez egy hatalmas reklám, hogy velünk reklámozták a 9. ördökatlan fesztivált. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy voltak negatív megjegyzések, hogy attól függetlenül, hogy sokkal több pénzt adtunk idén a Zöldökatlan Fesztiválba, keveslik a programot. Na én most szeretném elmondani, hogy maga ez a koncertó, ami lesz, ennek a költségvetése több 10 millió forint. Ez egy olyan ős bemutató és olyan reklámberemennek, ami úgy gondolom, hogy nem is tudom, hogy történt-e ilyen a falu életében. Úgyhogy ha valaki ezt így negatívnak gondolja, hogy kevés a program, azért ezt át kéne gondolni, hogy ezzel a komoly zenei művel úgy gondolom, hogy hatalmas reklámot kap a falu. Igen, tehát magán a sajtótájékoztatón is ez gyakorlatilag, és talán nem is tudjuk nagyszerűnek, világ premierként apostrofálták a szervezők gyakorlatilag ezt a programot. Igen, mert azt tudni kell, hogy a Bartók művek idén január 1-től a jogok felszabadultak, tehát itt már nincsen probléma azzal, hogyha valaki fel akarja ezt a Bartók műveket dolgozni. És igen, társult hozzá az őszi budapesti fesztivál,
ami ugye Beremenden történik meg most augusztusban az ősbemutató, ősszel fogják látni csak a pestiek, a következő előadás az ott lesz, és igenis mindenki pont ezért beszél nagyon nagy durranásról, erről a koncertóról, mert táncosok is bekapcsolódtak, tehát a zene és a tánc egyben, és ugye egy Bartók műről beszélünk. Akkor most már csak a jó idő hiányzik ez az egészhez, reméljük az is meg lesz, és akkor az Ördögkatlan jelszavával búcsúzhatunk, hogy egy hétig újra nem leszünk normálisak. Igen, remélem, hogy ez idén is nagyon-nagyon jó időnk lesz, az előjelezés azt mutatja, én nagyon sok Beremendit várok, nagyon sok programra, nem csak itt Beremenden, hanem mindenfelé, hiszen azért el kell mondanunk, hogy nagyon kedvezményes áron juthatnak a beremendiek a karszalakhoz egy hétig, 2000 forintért olyan műsorokat és olyan előadásokat nézhetnek meg, ami lehet, hogy egy előadás kerül 2000 forintba, itt egy hétig szórakozhatunk 2000 forinton, és a más falvakat is megnézzük, akik ugye csatlakoztak az Ördögkatlanhoz, nagyon-nagyon minőségi műsor lesz, gyerekektől elkezdve az idősekre mindenkire gondoltak, és egy kicsit igen, ne legyünk normálisak ezen a héten.